Asztal és padok kerülnek az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolában. A diákok maguk állítják össze és festik a bútorokat. Nekem ma az egész nap nagyon tetszett. Elsőnek kifestettük a fákat, és utána játszottunk, aztán egy kicsit szüneteltünk, és most kezdjük csinálni majd a kiülőt. A bútorelemeket a magyarországi Hellowood csapata hozta el Óbecsére. A nemzetpolitikai ellentmondásoknak köszönhetően idén összesen 7 helyszínre látogathattunk el, ahol külhoni magyar közösségekkel együtt, jelenleg iskolákkal dolgoztunk együtt, és kültéri vagy beltéri bútorcsaládokat hoztunk létre. Óbecsén a bútorokból egy tanulósarok lesz a könyvtár előcsarnokában, ahol a diákok társaloghatnak vagy leckét készíthetnek majd. Nagyon kellenek ide az új bútorok, nagyon kellenek tényleg ezek a felszerelések, meg hát az embernek egyébként is igénye a szép, van igénye a szépre, a jóra, a másmilyenre, és én azt gondolom, hogy ez a mi iskolánkat mindenféleképpen hát gazdagabbá fogja tenni. A diákok csapatépítő játékokkal készültek a közös munkára. Ezek is az együtt gondolkodás és alkotás örömének a felfedezését szolgálták. Az ilyenfajta rendezvényeknek, mint amilyen a Hellowood csapata által biztosított mai program is, az a célja, hogy a gyermekekben növelje a csapatszellemet, az együttműködést, az együttgondolkodást, a közös tenni akarást, és azt gondolom, hogy a Petőfi Sándor általános iskola csapata, diákjai, tanárai, szülői csapata az elmúlt időszakban valóban bizonyított, hogy hogyan is tudnak ők együtt gondolkodni, mi mindent tudnak megtenni a közösségért, hiszen nagyon nagy harc volt azért, hogy ez az iskola megmaradjon. A Hellowood csapata most harmadik alkalommal látogatott el Vajdaságba. Tavaly a külhoni magyar családok éve programsorozat keretében több településen is voltak.